mellettem Bence, aki tavaly csatlakozott a Trabukó csapatához, ezzel erősítve a fédervonalat Magyarországon. Itt vagyunk a kiállításon, és kezünkben vannak azok az újdonságok, amiket már nagyon vártuk. Jó kis keszeges pálca. A Bencénél van a Spectrum XTS, nálam pedig az XTC. Hogy miben különböznek ezek a botok? Erről aztán a Bence elmondja, hogy az ő kezében lévő bot, az mit tud. Sziasztok! Nálam van a Spectrumnak az XTS verziója. Ez egy lényegesen gyorsabb, szintén keszeges bot. Szintén két rész, plusz a pispicnak tartozik hozzá, és egy hihetetlen gyors keszegező bot. Nálam ugyanúgy a Spectrum XTC-nek a 3 méteres botja van. A kettő a bot annyiban különbözik, mint azon kívül, hogy az kék, ez pedig piros felirattal van. Ugye a nálam lévő bot az egy 30 g-os dobósúlyjal van, ami a Bence kezében van, az pedig egy 45 g-os dobósúlyjal kerül forgalomba. Mind a kettő bot ugye három rész, és a Bence is említette, hogy ezek a botoknak úgy van a három része, hogy a blank az kettő vehető, és a spitz képezi a harmadik részt a botoknál. Mindkettő bot ugye, ahogy említettük már, ez a 3 méteres verzió, és mindegyik Spectrum bot egy ilyen gyönyörű kis táskába kerül majd forgalomba. Mikor már ezt a videót nézitek és elkészült, addigra már Magyarországon is kaphatóak lesznek ezek a bot, hiszen mostani idő szerint ugye itt most szombat van, és ha minden igaz, akkor hétfőn megérkezik az első szállítmány belőlük. Most itt vagyunk Bencével, az erősebb verzióknál, illetve a hosszabbnál. A Spectrumnak a 385-ös hozban, a Bencénél egy 80 g-os dobósúlyban, nálam pedig egy 60 g-os dobósúlyban lévő botot láttok. Igen, Balázs, te mire ajánlod ezeket a féderbotokat? Hát ezek a féderbotok alkalmasak szerintem metódpecára, ugye nagyon sokan horgászunk metódpecán, illetve szerintem még jók ezek a botok csatornákra, kisebb folyóvizekre, ilyen 40-50-60 g-os kosarakat bedobni. Metódpecánál pedig szerintem ilyen 35-40-45 g-os metódkosarakat, így ránézésre ilyen 60-70 méterre pontosan lehet ezeket dobni. Így van. Megszoktátok a Trabukótól minden évben zsinórban valami újat dob a piacra. Idén sem maradt el, ez többféle új zsinóra lesz a Trabukó kínálatában, de szerintem ami legnépszerűbb lesz nálunk Magyarországon, az a Method Fader zsinórja, amit mindig látjátok, itt tartható már a kezemben. Valamikor május felé fog csak megérkezni, úgyhogy sajnos most még információk alapján márciusban még ezt nem tudjátok a kezetekbe venni. Amit a kezembe tartok, ez egy 28-as, de a megszokott választói átmérőben található. 18-astól indul és 30-as lesz a teteje ennek a zsinórnak. 150 méteres kiszerelésben lesz majd kapható. Kibontom és megmutatom, mert az előbb megnéztük. Ezt ide letesszük. Nem tudom, mennyire fogja visszaadni a kamera. Egy mély zöld színe van ennek a zsinórnak. Itt vagyunk a Fader kosárfal előtt. Látjátok, hogy rendkívül széles választékban van most már a Trabukó kínálatában Fader kosarak. Itt vannak azok a Method kosarak, amik már megjelentek a tavalyi év vége felé, már kapható is volt. Lehet, hogy már valamelyiknek próbálta is. Én már igen. És nekem bejöttek, tetszettek. Kaphatók így külön is, egyéb csomagolásban is, tehát szedben is. Illetve itt találhatók azok a kosarak, amik hosszú előkés módszerhez is megfelelően alkalmasak. Bence, mit találtál? Megmutatjuk. A Bence megtalálta azt az új fonolt zsinort, amit a finomszerelékes féderhorgászok nem érhetőleg nagyon szeretni fognak. Mi egészen biztosan. És te mondtad, hogy csátok-e? Fonolt zsinort, ami abszolút süllyedő. Nagyon rendkívül körkereszt, tehát nagyon ügyeltek arra, hogy körkeresztmetszetű legyen. Ez egy polietilén, magasan modulált, nem tudom lefordítani ezt magyarra. Tehát nem csinál semmiféle rezgést a vízben, ami nagyon fontos. Ugye a pergetű zsinóknál általában zajtott.
misure 8, 10 e 12. 8 es, 10 es és 12-es. Realizzata apposta per la competizione. És elsősorban versenyzők használják, de egyre nagyobb tér nyer a hétköznapi horgászatok közül. Color marrone scuro, gomi, fili, classici da feeder. A színe a klasszikus feeder zsinóta, egy megegyező barna. È un filo che da solo affonda. È un tracciato che da solo affonda, senza aver necessità di metterlo, lui affonda. Igen, és ahogy, tehát a bedobás után nem kell megnyitani a szeleléket azon a fenékre, vagy magától. In quanto è... Faccio vedere con occhiale perché non vedo un cazzo. Ce l'ha, se non vedi dicevi. Sua specific gravity. A gravitációhoz képest, tehát 1,21. Diametro 0,8 e 1,21, cioè a parità di acqua 1, lui è il 21% superiore di peso. A 21%-kal nehezebb a víznél. Víznél. E questo è più importante per fare. És ekkor süllyed. Ez akkor látom vízfelszínen. Il 21% superiore al grado specifico. És ugye a vékony átmérő révén van, olyan könnyen átmérni a víznek a felső rétegét. Tehát az állóvíz, mert a tükörvíz is okoz problémát a vízalát. És dobó elő kell hozzá. Le usano anche in tantissimi, l'hanno provato per pescare a drop shot a spinning. És a hopp, ezek köszönöm, grazie mille. Nagyon jó, ez olyan információ volt, hogy a drop shot horgászoknál is nagyon nagy előny, mert azt a hasat, amit egyébként a felúszó fornocsinórok produkálnak, és ez kártékony, nem igazából a pergető horgászok javát szolgálja, ezzel ki lehet küszöbölni. És kopás állóban? Come funziona in ghiaia? Non è un problema perché abrasione. È un sinking braid che ha praticamente il trattamento contro l'abrasione, ma non è rivestito. Per cui questo affonda anche dopo tante volte che tu lo usi, mentre gli altri hanno un affondamento che è solo il rivestimento che li fa affondare. Altri della nostra concorrenza. Per renderli affondati, vanno a rivestirli di un materiale che rimane tutto sugli anelli. Tu sai, memoria, visto altri prodotti. Quando va via questo rivestimento, loro galleggia. Questo sempre sinking. A sziacinati olyan süllyedő fornocsinórok jelentek meg, ami a külső bevonata révén lett süllyedő, bírt süllyedő tulajdonságokkal, de ezeket a külső bevonatokat a sok használat során a gyűrűn találhattuk meg, mert előbb-utóbb lekopott. Ilyen nincs anyagába értékel azt, hogy ilyen mértékben tudjon süllyedni. Tehát abszolút speciális az megoldás. Hagyj te! Én vagy a falakon. Hát Andrea nagyon hasznos tanácsokkal látott el minket ezzel a zsinórral kapcsolatban. Hát szerintem várjuk, hogy kipróbálhassuk már otthon. Megjelenik majd ebben az évben pár újdonság. Az egyik olyan, ami nekem nagyon szimpatikus, ez a Rikitto sárga színű doboz, aminek nem a színe a legfontosabb tulajdonsága, hanem az, hogy van benne csomó pici rekesz, és ezekkel a pici kis fekete fülekkel nyithatóak, és ebben akár horgót, bármilyen egyéb dolgot tud lehet tárolni. A színéből adódóan biztos, hogy nem fogjátok ott hagyni a vízparton, illetve bárhova, bármilyen mélyen kerül a táskában, ebben a színben észre fogjátok venni, hogy mit kerestek. A ruházatban volt némi elmaradása a trabukkónak. Tavaly évben, mint ugye láthatjátok, ez a mellényi súly, illetve megjelentek ezek a nagyon jó anyagból, nagyon szellőző, gyorsan száradó anyagból lévő pólók. Ebből ugye van egy ilyen fehér-piros alapom, van a hosszújúban egy ilyen zöld a tengeri horgászat kedvelőknek, illetve még itt fogok tudni mutatni nektek ebben a kék verzióban is.